Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban. A mai videó egy igazi roadshow lesz, mert le fogjuk tesztelni a járműveket, úgyhogy most nincs nálam a gimbalom, azért sem, mert utazni fogunk, és ott fölösleges a gimbal. És a mai videóban le fogjuk tesztelni, hogy a MÁV vagy a BKV a gyorsabb. Tudom, a mai utazás tervezőkkel, ugye a BKV-nak is van utazás tervezője már, meg a MÁV-nak is. Meg lehet egyébként nézni az interneten, hogy mennyi az eljutási idő, de mi most régi gyereket fogunk játszani, úgyhogy direkt nem néztem meg ezeket az utazás tervezőket. Úgy fogunk közlekedni, mint hogy a 90-es években lennénk, csak tábla alapján fogunk majd tájékozódni, ugye ott majd a megállóban, és kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz a gyorsabb. Én arra tippelek, hogy a BKV lesz a gyorsabb, de hát most ennek a lényege úgyis az, hogy kiderüljön számomra is, illetve számotokra is, hogy melyiket érdemes Budapesten belül használni. Nagyon jó lesz a terv, gyakorlatilag nehéz lesz innen Békásról eljutni, mert ugye eredetileg Békásról fogunk majd Soroksára közlekedni. Nehézebb lesz innen eljutni, mert innen nem közlekedik vasút, ezért a MÁV-évet is be fogjuk vonni, az inkább a MÁV-hoz már közelebb áll, mint a BKV-hoz, ugye mert átvette a vezetést a MÁV felette, úgyhogy a terv, hogy a hévvel le fogunk menni Aquincumig, onnan esztergomi vonattal majd le a nyugatiba, nyugatiból a monorival át gyakorlatilag Kőbánya Kispestre, és itt lesz a nehézség, mert nem közlekedik most a Kunszent Miklós Tasi vonat Kőbánya Kispestről, úgyhogy át kell majd velük mennünk Ferencvárosba, és Ferencvárosból fogunk tudni majd Soroksárig eljutni. Úgyhogy tartsatok velem, indul az Online FM Roadshow. Legyek bárhol, bármilyen messze, mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Legyek bárhol, bármilyen messze, mindig hazahúz a szívem Budapestre. Bárhol járjak a bolygón, az tiszta, hogy nem hibátlan, de ide várnak vissza. Mivel gyakorlatban ismerem a hévindelásokat, ezért tudom, hogy 3 percünk van még. Ha jól látjátok az órát, 38 van, 13 óra 38. Pont azt írja, hogy 32 fok van, egyébként ilyenkor nem a legjobb videózni. Hát láthatjátok, 13:38, 41-kor fog indulni a hév, és akkor 41-től számoljuk majd az időt. 13:41-től nézem, hogy mennyi lesz az eljutás. Én arra tippelek, hogy másfél órán belül szerintem meg fogjuk tenni ezt a távolságot odafelé, és gyakorlatilag visszafelé is körülbelül egy másfél óra lesz, úgyhogy egyenlő esélyek vannak szerintem, de ez majd kiderül majd a tesztben, úgyhogy igyekszünk a hévhez, hogy elérjük. Na, jól látom, már bent áll a hévünk, úgyhogy mindjárt indul egy 2 percen belül, 1 perc múlva. Ezt erre föl kell szállnunk, el kell érnünk, mindjárt fölveszik a maszkot is, és akkor Aquincumig irány utazás. Na, így. Nagyon jó időt futunk, még csak 48 van, úgyhogy gyakorlatilag 7 perc alatt leértük Békásról ide Aquincumhoz. És sietek, mert kérdés, hogy mikor jön a vonat. Én, ha jól emlékszem, akkor 52-kor kell jönnie, mert gyakorlatilag sűrűn szoktam használni itt a esztergomi vasútvonalat, ugye általában nyugatiba azzal szoktam legtöbbször bemenni, vagy ha Újpestre kell átmennem, mert szerintem ez egy nagyon jó járható út. Ugye gyakorlatilag hétköznap 20 percenként járnak itt a vonatok, hétvégén 30 percenként, és ami az érdekessége, hogy gyakorlatilag van zónázó, gyorsított és személyi vonat is, és ami a különbség, hogy hétköznap a személyi vonat az csak Angyalföldig jár, és a gyorsított meg a zónázó nagyon hülyén járnak, mert a gyorsított az például nem áll meg Angyalföldön, viszont megáll Rákos rendezőn, a zónázó meg pont fordítva megáll Angyalföldön, viszont Rákos rendezőn. Na, hétvégén pedig még furcsább, mert gyakorlatilag ilyenkor a személyi vonat az végig be megy nyugatiba, tehát nem csak Angyalföldig, és ilyenkor hétvégén gyorsított vonat nem jár, hanem emellett zónázó közlekedik, ami szintén ugye Rákos rendezőn nem áll meg, úgyhogy nagyon nagy hülyeség ez a menetrend. A
MÁV-tól, de lényegtelen, mert gyakorlatilag a két szár föl általában vagy Nyugatiba megy be, vagy Újpestig, ott pedig mind a kettő helyen megáll a vonat, úgyhogy ez annyira nem lényeges. 52-kor jön, úgyhogy nem sokára itt van. 2 percen belül, akkor jó megérzésem volt, hogy 52-kor kell jönnie. Elméletileg 14:10-re fogunk a Nyugatiba érni, úgyhogy gyakorlatilag 18 perc innen Aquincumtól a menetidő, úgyhogy ez elég jó. Tényleg gyorsabban be lehet jutni. Ha hozzászámoljuk ezt a 6 percet, akkor ez 24 perc gyakorlatilag a hévvel és a vasúttal. Még hogyha 24 perc, még hogyha villamossal megyünk, végigmegyünk a Margit hídig, és onnan villamossal megyünk, az gyakorlatilag olyan 30 perc környéken van. Még ha egyből jön is a villamos, akkor is olyan minimum olyan 26-27 perc. Hát egyébként pár perce gyorsabb csak a vasút, úgyhogy, de viszont kényelmesebb, az biztos. Na, 14 óra 10 van, úgyhogy nagyon jó időt futottunk, még előbb is beértünk 1 perce, és ugye még leszálltam meg minden, addig eltelt az 1 perc, amit megnyertünk itt a utazás során, és akkor megyünk át a Monorihoz, és akkor irány Kőbánya Kispest iránya, ami nem tudom mikor megy. Hát én nem, 14 óra 10 most ment el az S21-es. Hát a szívás. A gyáli, ott megy, bakker. De jó, és pont csörgővel megy. Ó, de kár, ezt lekéstem. Ebben a percben ment el. Marad a Monori. Egyébként az jó lett volna, hogyha előre megnéztem volna, de hát ennek nem is az volt a célja, hogy előre meg legyen tervezve az utazás, hanem hogy spontán, hogyha elindulok, csak úgy, akkor hány perc alatt érek Budapest másik végében. Most ment el innen a 12-es vágányról. 14-16-kor megy egy Intercity, amire nem tudunk felszállni, mert az pótjegy köteles. Ott megy, látjátok előttünk. Azt már megbebuktuk, úgyhogy marad itt a Monori, ami nem tudom, hogy melyikről indul. De ma az lesz ott a szélén ez a Flirt. Kiderült, az a Flirt egyébként üresen állott. Most nem pontosan üresen, mert ülnek rajta, de nincsen kírva se a Flirtnek a kijelzőjére, hogy hova megy, illetve az utas tájékoztató táblára is sem. Sőt, nem látok azon kívül, meg az IC-n kívül más vonatot, csak a Vácit, meg az Esztergomit. Úgyhogy kérdés, hogy egyáltalán közlekedik a Monori, és hogy mikor indul, hát esélytelen lett volna, 30 másodpercet hagytak arra, hogy az Esztergomiról átszálljak a Lajos Mizsére, amit sikerült lekésnem. Úgyhogy ezzel még fejlődnie kell a MÁV-nak ebben. Hogyha azokra is gondoljanak, nem csak azokra, akik bejönnek a városba, meg akik kimennek a városból, hanem akik a városon belül át akarnak szállni, mondjuk egy másik vonatra, hagyhattak volna több időt is, mint 30 másodperc. Most nem nagyon látjátok, de az van kérve, hogy 15 óra. 15 órakor zónázó Monora Albert és a Cegléd. 17-es vágány. Aha, az a Flirtünk lesz. Igen, az előbb néztünk, csak gyakorlatilag 40 percet kell itt várni a Nyugatiba az átszálláshoz. Úgyhogy már a MÁV szerintem már most veszített ebben a kihívásban, ebben a játékban. Mert 40 perc az átszállás gyakorlatban, hogyha nem ment volna el tényleg a Lajos Mizsei egyből 30 másodperccel rá, hogy beérkeztünk,
akkor pont azzal el lehetett volna menni Kőbánya Kispest irányába, de innen mással egyébként nem lehet menni, mert Vácra mennek a vonatok, illetve Esztergomba, és ugye a Monori az pedig 40 perc múlva megy, Lajos Mizsei pedig már elment, úgyhogy gyakorlatban szerintem már itt elbukta a játékot, de nem baj, adunk még neki egy esélyt, végigmegyünk a vonalon, hogyha már elindultam, hát ha lesz még egy kis meglepetés. És jól látom, már föl is lehet rászállni. Az E50-es. Monoro Albert is a Ceglét 15 óra, akkor indul innen a 17-es vágányról. Föl is szállunk. És a mellettünk lévő vágányon áll a Székesfehérvár, úgyhogy arra át kellene szállni gyorsban. Ki tudja, hogy mikor indul. Leszálltunk a kék flörtre, és irány a piros flört. Ott látjátok, mögöttem ott van a Székesfehérvári. És onnan indul este a 8-asról, gyakorlatilag a második vágányról. Úgyhogy reméljük, hogy elérem. Az is csatolt flört. Na, irány akkor lefelé. Nem tudom, mikor indul, majd mindjárt kiderül. Na, ülnek bent. 15.27. Mennyi most az idő? 13 perc. Na, itt viszont jó az átszállási lehetőség. Na, szóval innen indultunk, bejöttünk ide, köki, átjövünk ide Ferencvárosba, mert ugye most innen nem indul az S25-ös, akkor Ferencvárostól le ide Soroksárig megyünk. Megérkeztünk Ferencvárosba, és Martonvásárival. Kérdés, hogy mikor megy. És meg kell keresni majd akkor a Kunszent Miklós tasit, de általában Martonvásári a kelebiai vonathoz szokott igazodni, úgyhogy az pedig nem jó nekünk, mert nem áll meg Soroksáron gyakorlatilag, hanem Ferencváros után, ha jól tudom, nem biztos, aztán Pesterzsébeten még megáll, de ebben már nem vagyok biztos. Életemben egyszer sem mentem még a kelebiaival, mert tudtam, hogy nem nagyon áll meg, és gyakorlatilag Kunszent Miklós tasik, ott meg nem szeretnék kikötni. Úgyhogy jó kérdés, hogy mikor megy, közben elkezdett szakadni az eső is, úgyhogy így élvezett várakozni. De hát bemegyünk majd oda a várakozó terembe addig is, és akkor kiderítjük, hogy akkor mikor érkezik a Kunszent Miklós tasi. Megnéztem régi módszerrel, ugye papíralapon, ami kint van ott a várakozóban, hogy mikor érkezik a Kunszent Miklós tasi. És rossz hírem van, mert megint itt fogunk szobrozni jó sokat. Nyugatiban egyébként annyi volt a szerencsém, hogy addig el tudtam menni legalább a West Endbe, úgyhogy gyakorlatilag ott
kellemesebb volt várakozni. Itt viszont Ferencvárosban nem lesz annyira kellemes, mivel egyedül csak ott tudnák várakozni, hogy ne állzak meg, vagy itt, de akkor megállzok. Tehát borzalmas, hogy gyakorlatilag 3-4 órát kell várnom itt, hogy érkezzen a Kunszent Miklós tasi, mert ugye 34-re értünk be, és a vicc, 5 perccel előtte ment el 29-kor a Kunszent Miklós tasi, és óránként jár ez a vonat. Egyébként rájöttem közben, hogy egyébként miért kellett sokat várnunk a nyugatiba, azért, mert gyakorlatilag egy vágányon közlekedik Kőbánya-Kispest és nyugati között a vonatok, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mert ugye a IC-k is csak Zuglóig járnak, és őket is csak úgy tudják megoldani, hogy el kell vinniük a nyugatiig, tehát Zuglóban nem tudják megforgatni őket, tehát emiatt ők is használják azt az egy vágányt, illetve úgy volt kialakítva a menetrend is, hogy egy irányba 5 percenként indítottak 3 vonatot, és utána egy óráig semmit, tehát gyakorlatban úgy közlekedett, hogy 15 órakor elment a zónázó Z50-es, utána ment rá 5 percre a személy vonat, ugye a monori személy, tehát 15 óra 5 perckor az S50-es, és rá 5 percre, ugye 15-10-kor pedig ment a Lajos-Mizsei S21-es, és gyakorlatilag onnantól kezdve 50 percig semmi nem közlekedett befelé a Köki irányába. Ugyanez visszafelé is érvényes, tehát borzalmas, hogy felújítások vannak, és fel van borítva a menetrend, de legalább itt meg tudták volna csinálni komolyan, hogy a Martonvásárit össze lehetett volna hangolni azért a Kunszent Miklós tasival. Érthetetlen, hogy itt is szó szerint 55 percet kell várni arra, hogy érkezzen a következő vonat. Itt is tudok várakozni, csak halára unom magamat, mert gyakorlatilag semmit nem lehet itt csinálni. Akinek van mobilnete, vagy hoz magával könyvet, az még elfoglalja magát, de elképesztő komolyan, ahol most a mai világban tart ez a vasút közlekedés. De hát majd a végén úgyis elemezni fogok és összesíteni. El fogom mondani majd a véleményemet a videó végén. És a stoppert meg is állítottam, tehát az időt, úgyhogy végén kijött a végeredmény, azért is zoomoltam nektek rá a kijelzőre, hogy lássátok és halljátok, hogy nincsen csalás a játékban. Amikor elindultunk, akkor is mutattam nektek az órát, illetve most, amikor ideértünk, láthattátok, hogy 16 óra 40 percre érkeztünk be, ugye 39 perc 50 másodpercet mutatott, de mire megállt egyébként a vonat addigra, 16 óra 40 volt, úgyhogy onnantól leállítottuk az órát, és a teljes idő 1 perc ilyen 3 óra volt Békásról ide Soroksárig. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon borzalmas eredmény, 2 óra 59 perc alatt ideérni Észak-Budáról Dél-Pestre. Szerintem nagyon tragikus, reméljük, hogy a BKV egyébként jobb eredményt fog mutatni, úgyhogy ha odaértünk a 66-os busz megállójától, hoz, akkor szintén fair játék lesz, tehát majd az indulástól fogom számítani, amik haza nem érünk. És kértem a Soroksári útra, már csak a buszt kéne megtalálnom, a 66-ost. Szerintem a Hősök teréről fog indulni. És hévet nem használhatok, úgyhogy 66-os buszra kell mennem, mert most a MÁV év, ugye, mint mondtam a videó elején, és a MÁV-hoz tartozik leginkább, úgyhogy az most ki van lőve. Elméletileg az ott szemben a Soroksár Hősök tere, úgyhogy onnantól már kellene menni a 66-os busznak, elméletben, de ugye az a legközelebbi busz megáll, úgyhogy onnantól fogjuk számolni. Gyakorlatilag ez is Soroksárhoz tartozik, úgyhogy ér a játék. Nem sétáltam sokat a vasútállomástól, körülbelül 6-700 métert, úgyhogy ez innentől fog számítani. Amikor menetrend szerint jönnie kell a busznak, onnantól fogjuk számítani majd az időt. Elméletileg 7 perces jön a 66-os határút irányába, úgyhogy ez nem annyira vészes. Onnantól fogjuk majd számítani az időt. Megnézem, hogy
menetrend szerint az mit jelent? Már a eredeti menetrendhez számítjuk, tehát nem az érkezéstől, mint a másiknál is, úgyhogy úgy lesz fel a játék. Most megnézem, mennyi az idő. 16 óra 57. Ez azt jelenti, hogy most szombati nap van. 16.57, akkor 17 óra 5-kor érkezik. 17 óra 5-kor 5-től számítjuk az időt. És itt vagyunk a határúton mindösszesen egy perc késéssel, úgyhogy nagyon, nagyon jó időt futott a busz. 36 van, úgyhogy megyünk át a metrópótlóhoz, és akkor onnan folytatjuk tovább az utunkat. Borzalmasan, amit itt leműveltek a buszon, majd mesélek róla, és majd mondom, csinálok egy összesítést. Gyakorlatilag úgy fogunk menni, hogy most elmegyünk a 66-ossal feljöttünk határútra, elmegyünk a metrópótlóra a Lehel térig, Lehel térnél átszállunk a metróra, ugye a Göncz Árpád városközpontig, és akkor a Göncz Árpád városközpontnál a 34-es buszra, és azzal fogunk visszaérni majd Békásra. És 18.11-re már bent is vagyunk a Lehel téren, úgyhogy viszonylag hamar ideért a busz. Most metrózunk egy picikét, aztán 34-es buszozunk. És akkor kíváncsiak vagyunk, hogy mikor fogunk Békásra érni. És megérkeztünk a Göncz Árpádra 3 perc alatt, úgyhogy már csak buszoznunk kell. Úgyhogy irány a 34-es busz, ami kérdés, hogy mikor fog indulni. Na, és megérkeztünk a Békásmegyer hívállomáshoz. Visszaértünk a kiinduló pontra, és 18:51 perc a pontos idő, úgyhogy a BKK eredménye a következő 1 óra 46 perc. Gyakorlatilag 1 órával és 13 perccel megnyerte ezt a kihívást a MÁV ellen. Mindjárt elmondom nektek az összesítést és a véleményemet is erről, úgyhogy leülünk valahova. Na és itt az óra, onnan indultunk, úgyhogy minden meg is mutatom nektek a bizonyítékot, hogy valóban annyi az idő, 18:52 perc, és elmondom nektek, hogy a kihívás során gyakorlatban nem hagytam ki egy járatot sem, tehát nem álltam meg külön extra pihenőkre, meg kitérőkre. Azokkal a járatokkal jöttem végig, ami legelőször indult, ugye, és csak a meghatározott útvonalon érkeztem, úgyhogy gyakorlatilag majdnem 6 óra alatt tettük meg ezt az utat, Soroksárig, innen Békásmegyerről és vissza. Úgyhogy ez a 6 óra, ez körülbelül annak felel meg, mint Budapest és Bécs távolság oda-vissza, mármint időben, persze nem távolságban. És akkor elmondom a véleményemet, az összesítést, hogy én mit gondolok erről.
Az összesítésem a következő, gyakorlatilag a videó nem azért született meg, hogy a BKV-t vagy a MÁV-ot ócsároljam. Ez gyakorlatilag csak kíváncsiság kedvem miatt jött létre. Valamikor nem tudom még hány évvel ezelőtt bevezették azt, hogy BKV bérlettel is használhatod a MÁV járatait, azért, mert most már nincsen BKV bérlet, hanem ezt már Budapest bérletnek hívják. Tehát Budapesten belül az összes közlekedési eszköz szinte használhatod, és ez egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert gyakorlatilag a MÁV-nak a forgalma is megugrott így ezáltal, mert akik igényes és kényelmes utazásra vágynak, azok általában a MÁV-ot választják. Nem azért, mert a BKK annyira rossz, de sok mindenben előnye van azért a MÁV-nak. Gyakorlatilag tisztább, kényelmesebb. Ugye erről a BKV nem tehet szintén, mivel gyakorlatilag Budapesten belül rengeteg járat van, és nincsen mindegyik járaton kalauz vagy ellenőr, tehát nem tudják lerakni ezeket az embereket. Ugye határútnál is pont ezt akartam nektek mondani, hogy gyakorlatilag hajléktalanoktól kezdve a drogosokig mindenki utazik a BKV járataival, de attól függetlenül egyébként le a kalappal előttük, hiszen még így is, hogy egy csomó villamosvonalon pótlóbuszozás van meg metróvonalon, így is egyébként nagyon szép eredményt tudnak összehozni, és gyakorlatilag kevesebb, mint 2 óra alatt Budapest egyik pontjából a másikba el lehet jutni BKV-val is. Úgyhogy ez csak gratulálni tudok, és egyébként nagyon szép új Mercedes buszokkal jöttünk végig, tehát a színvonalat is hozza a BKV, ugyanúgy a MÁV is hozza a színvonalat. Nyilván, hogyha nem lett volna ez a monori vonattal ez a probléma, hogy gyakorlatilag óránként jár, és hogy nincsen összehangolva többi járattal, mert ugye hát az IC miatt ugye őket is valahogy be kell vinni nyugatiba. Nyilván ugye most nem nyugatik, csak Zuglóig viszik az utasokat, de Zuglóba képtelenek megfordítani a vonatokat. És most, hogy felújítás van, és most, hogy egy vágány van, ezért ez szinte lehetetlenség ezt létrehozni. Egyébként, hogyha nem lett volna ilyen felújítás, szerintem ugyanolyan eredményt produkált volna mind a 2 vállalat. Úgyhogy most a BKV nyerte a kihívást, legközelebb egyébként majd megpróbálunk majd más útvonalakat is, és akkor újra összehasonlítjuk, hogy a BKV vagy a MÁV gyorsabb egy adott útvonalon. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor ne felejtsétek el kifejezni ezt egy hatalmas lájkkal, és írjátok le kommentbe, ha szeretnétek még ilyen videót. A következő részben találkozunk, sziasztok!